Köszöntöm Önöket az Álláspontban, ezúttal az autóvezetőknek lesz érdemes figyelniük, ugyanis a balesetekkor jelentős szerephez jutó elektronikus kárbejelentő rendszer legújabb fejlesztéseiről fogok majd beszélgetni szakértő vendégemmel. Előtte azonban még egy manapság igen gyakori problémáról lesz szó, mégpedig a mobiltelefon használatról autóvezetés közben. Dr. Tokodi Panna rendőrfőhadnagy a vendégem, aki már visszatérő szakértőnk, az ORFK baleset megelőzési osztályától érkezett. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Üdvözlöm. A mobiltelefonon kívül még jellemzően milyen eszközöket használnak gyakran az autóban a gépkocsi vezetők? Elég sokan használnak a mobiltelefonon kívül mondjuk GPS-t, de néhányan magukkal viszik a tabletjüket vagy laptopjukat, ezen kívül mondjuk fülhallgatót is használnak, amit mondjuk a mobiltelefonhoz kötnek be, tehát ilyen eszközöket jellemzően használnak. Gondolom, hogyha Önök ilyet tapasztalnak, akkor ennek lehet egy jelentős büntetés a vége, hiszen ez nem csak egyszerűen veszélyes, hanem mondhatjuk, hogy életveszélyes. Igen, mondhatjuk, hogy életveszélyes, hiszen ha ezeket az eszközöket használjuk, akkor mondhatjuk azt is, hogy az autónk vakon vezet. Tehát megtehetünk mondjuk egy 50 km/h sebesség mellett, ha csak mondjuk tényleg 4 másodpercig nézzük a mobiltelefont, laptopot, tabletet, akkor mondjuk egy ilyen 50 métert halad az autó is. És ha azt veszük, ez alatt az 50 méter alatt az autó magától megy, hiszen mi a figyelmünket eltereli egy eszköz, és nem tudunk az útra koncentrálni, és az alatt az 50 méter alatt mondhatjuk, hogy bármi megtörténhet. Ugye, ha egy képernyőt nézünk, akkor az egyértelmű, hogy miért veszélyes, hiszen nem az utat nézünk, és nem a vezetésre figyelünk, de nagyon gyakran előfordul, ahogyan is említette, a fülhallgató használat az autóban. Lehet, hogy ezt azért gondolják veszélytelenemnek, mert csak a hallásunkat veszítjük el így autóvezetés közben, de ez is nagyon fontos, hogy rendkívül veszélyes helyzetbe sodorhatjuk magunkat. Így van, kevesen gondolnak abba bele, hogy a közlekedéssel kapcsolatos információknak közel a 9, majdnem 10%-át a hallásunk útján szerezzük. És ez egy jelentős szám ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjuk. Hiszen az, hogy bedugjuk a fülünket, és elszigeteljük magunkat a más információk elől, ez nagyon veszélyes lehet, hiszen bármilyen egyéb szituáció adódhat. Akár tényleg jelezhetnek mondjuk egy megkülönböztető jelzést használó gépjármű közelít, nem halljuk ezt, vagy esetleg ha mások próbálnak minket figyelmeztetni hangjelzéssel szintén. Tehát ne szigeteljük el magunkat. Ha használnak is fülhallgatót minimális hangerővel, de inkább azt javasolnánk, hogy egyáltalán ne. Ezt a rendőrség figyelemmel kíséri, de most beszélhetünk egy országos, viszonylag friss Tiszpol akcióról is. Ennek milyen eredményei születtek? Igen, szeptember 16 és 22 között országos szinten az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek akciójához Magyarország is csatlakozott, és itt egy héten keresztül nem csak a mobiltelefont, hanem minden a figyelem elterelésére alkalmas eszközt, de aktív cselekvéseket is vizsgálták, hiszen azt gondolják az emberek, hogy az evésivás az nem lehet veszélyes, de az is ugyanúgy figyelmünket elterelheti, hiszen mind a mellett, hogy mondjuk az egyik kezünkkel éppen ezt az evés-ivás cselekvést folytatjuk le, de ezáltal ugyanúgy a figyelmünk is elterelődik. A kollégáink megközelítőleg 700 helyszínen végeztek ellenőrzést, és közel 21 ezer járművet állítottak meg. És milyen eredményekről tudna nekünk beszámolni? Gyakran tapasztaltak ilyen problémákat a kollégák? Sajnos szomorú az a tény, hogy az ellenőrzés során azt állapítottuk meg, hogy minden 8. járművezető mondjuk a mobiltelefonját használta. Mindemellett minimális százalékban, de ez az evés-ivás kategória is felmerült, és emellett meglepő, de volt, aki újságot olvasott, hogy a laptopját használta, és mondjuk azon keresztül akár egy élő online televízió közvetítést nézett, tehát voltak ilyen esetek is. Ezek elég magas számok, milyen büntetést vonhat mindez maga után? Az ellenőrzésről elmondhatjuk, hogy több mint 4000 járművezető ellen indult eljárás, de emellett közel 2-3 ezer főt is figyelmeztetésben részesítettek, illetve mindamellett olyan egyéb jogsértéseket is felfedeztek, illetve úgymond lefüleltek a kollégák, mint hogy mondjuk biztonságjövet nem használta az illető. Tehát mindamellett, hogy a célja az volt, hogy a figyelemmel az útra, tehát ezeket az eszközöket, illetve cselekvéseket ellenőrizzük, de ugye a kollégáink nem hunytak szemet más jogsértések felett sem.
akkor azt hiszem, hogy egyértelmű az üzenete ennek a beszélgetésnek, ne használjunk semmi olyasmit az autóban, ami eltereli a figyelmünket. Így van, abszolút kimondhatjuk azt, hogy a fókuszunk a vezetésre koncentrálódjon, ne tereljük el semmilyen más cselekvéssel, hiszen ezáltal nem csak a saját, hanem mások életét is veszélyeztethetjük. Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét eljött hozzánk, és felhívta erre a nézőink figyelmét, és eredményes munkát kívánok Önöknek. Köszönjük. Ne felejtsük el tehát, hogy nagyon sok minden elterelheti a figyelmünket a vezetésről, inkább az útra és egymásra, illetve a saját vezetésünkre figyeljünk, hogy ne legyen szükség például az E-kár bejelentő rendszerre, amiről a következőkben lesz szó. Műsorunk második részében azzal az elektronikus kárbejelentő applikációval foglalkozunk, ami már nem csak applikáció, 2019. januárjától könnyíti meg azoknak az autósoknak a dolgát, akik baleset részeseivé válnak. Az applikáció létrehozói folyamatosan fejlesztik az e-kárbejelentőt, hogy ez minél sokrétűbb segítséget nyújthasson, és minél egyszerűbb legyen a használata. Lambert Gáborral beszélgetek, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetőjével ismét. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket! Ugye már az E-kár bejelentő indulásakor is már hatalmas volt az érdeklődés iránt, a több ezren letöltötték. A kezdetekben hogyan működött az applikáció? Elsősorban mobiltelefonon lehet most is használni, de kezdetben csak mobiltelefonon lehetett, ugye a két nagy működtető, az iOS rendszer, illetve az Android rendszerben volt letölthető. Most már ez kiegészült azzal, hogy ha valaki asztali számítógépen vagy tableten szeretné használni, arra is lehetőség van a laptopon, tehát sok oldalról lehet használni az e-kár bejelentőt, az e-kár.hu oldalról letölthető, illetve hát ennek a két működtető rendszernek a saját boltjából letölthető maga az e-kár bejelentő, és hát ez pillanatok alatt akár a baleset helyszínén is megtörténhet, de talán előnyösebb, hogyha előre letöltjük, ott van a mobiltelefonunkon, ne legyen rá szükség, de mindenképpen jó, hogyha kéznél van. Ugye említettem az elején a fejlesztéseket, talán menjünk sorban végig ezeken, hiszen ezek nagyon-nagyon fontos részletek. Most már a kaszkó kitöltése is bekerült ebbe a rendszerbe, ami nagyon-nagyon fontos. Igen, el lehet indítani, hogyha valaki kaszkón keresztül szeretné rendezni a kárt, tehát a kaszkó szerződésen keresztül. Ez általában akkor fordul elő, hogy ha az ember a károkozó, mert a károsult ugye a kötelező gépjármű felelősségbiztosításán keresztül ezt tudja rendezni, de ha valaki károkozóként a kaszkó szerződésen keresztül szeretné rendezni az okozott baleset, a baleset okozta károkat, akkor ezt most már meg lehet tenni valóban. Nem csak személyautók közlekednek az utakon, hanem különböző tehergépjárművek, munkagépek is néha-néha és vontatmányok. Most már bekapcsolódtak ezekkel kapcsolatos kárbejelentések. Igen, ez egy fontos újítás szintén, különösen a vontatványok kérdése, hiszen nagyon gyakran előfordul, hogy maga a tehergépjármű és a vontatvány külön biztosítónál van biztosítva. Ezt a problémát is meg kellett valahogy oldani, a fejlesztőknek sikerült, úgyhogy ez is egy olyan kényelmi szolgáltatás, ami remélhetőleg tovább bővíti azoknak a körét, akik igénybe veszik az e-kár bejelentőt. És nem kizárólag magyar autósok ütköznek magyar autósokkal, hanem előfordul, hogy vagy külföldi állampolgárral, illetve külföldön biztosított gépjárművel ütközünk, vagy esetleg olyas valakivel, akinek nincs is biztosítása, és most már ez is megoldható. De ez két külön probléma. Ugye az egész projektben a magyarországi kötelező gépjármű felelősségbiztosítással résztvevő biztosítók vesznek részt. És ők fejlesztették ki magát ezt az applikációt. Nyilvánvaló, hogy az egymás közötti informatikai rendszerek ennek megfelelően alakultak. Ez egy nagy kihívás volt, hogy mi van akkor viszont, hogyha valaki egy külföldi gépjárművel, külföldi biztosítónál biztosított gépjárművel ütközik. Hát erre ki kellett fejleszteni egy külön rendszert, úgyhogy ez is megoldódott. És hát legalább ilyen nagy probléma az is, hogyha a baleset két részvevője közül az egyiknek nincs kötelező gépjármű felelősségbiztosítása. Ez ugye informatikai problémát is jelent, de leginkább annak jelent problémát, akinek nincsen KGFB-je, mert ilyen esetben is a MABISZ, a Magyar Biztosítók Szövetségének a kárrendezési alapjából a károsultat kártalanítják, tehát hozzájut a megfelelő összeghez, viszont a károkozónak, akinek nincsen KGFB-je, hát komoly fedezetlenségi díj mellett behajtják az úgynevezett regresszív eljárás keretében.
Az is előfordul a balesetek elég nagy hányadánál sajnos, hogy nem csak az autók sérülnek meg, ugye remélhetőleg emberek egyáltalán nem, de az autókon kívül még egyéb tárgyak, legyen az az úton lévő szalagkorlát, egy hitpillér, egy bármi, aminek neki lehet ütközni. Most már a dologikár is szerepel az elkerülésben. Így van, tehát ez is egy mostani fejlesztési szolgáltatás. Egyébként ez szeptember 23-ától lépett életbe, azóta vehető igénybe ez a szolgáltatás, és valóban, hogyha valamilyen közúti tárgyban okozunk kárt, azt is be tudjuk jelenteni az e-kár bejelentőn keresztül, illetve hát, hogyha a gépkocsink szenvedi így kárt. Azt is említsük meg, hogy hogyan sikerült ezeket a hasznos megfigyeléseket elérni. Hát van egy rendszerünk, várjuk a visszajelzéseket továbbra is mindazoktól, akik igénybe vették már ezt az e-kár bejelentőt, és ezek alapján, illetve az ottani észrevételek alapján fejlesztjük egyre tovább a rendszert. Ennek pontosan az a lényege, hogy legyen egy állandó fejlődés, legyen egy állandó aktivitás, hiszen az a tapasztalat, hogy nagyjából 3-4 évente lehet szükségünk az e-kár bejelentőre nagy átlagban, van, akinek soha az életben is rá szüksége, de ilyenkor elkezdünk kapni, és nem tudjuk, hogy van egy baleset részesei vagyunk, nem tudjuk, hogy mi a teendő, és hát hallottunk még valahol régen a zöld, kék, vagy kék-sárga kárbejelentőről, és hát vagy az nincs a kocsinkban, vagy túl nincs a kocsinkban, a mobiltelefon viszont mindig van, és hogyha rögződik a tudatban az, hogy mobiltelefonon keresztül, vagy tableten, laptopon keresztül is el tudjuk indítani a kárrendezési folyamatot már a helyszínről, ez a stresszes helyzetben azért egy nagy könnyebbség lehet. És el is kezdett talán már rögzülni a fejekben, lehet tudni, hogy mennyivel növekedett így évvége felé azoknak a szám, akik ismerik és vagy használták is már az e-kár bejelentőt. Ugye január 1-én indult el maga a rendszer, és a legutóbbi felmérésünk szerint közel a lakosság fele már hallott róla. Több mint 220 ezeren le is töltötték a mobiltelefonjukra, és ami még fontosabb szám, több mint 4 ezeren már használták is. Ez, ha azt vesszük, hogy egy évben van körülbelül 160 ezer baleset a közutakon, akkor ez nagyon szerény számnak tűnik, de meg kell mondjam, nagyon elégedettek vagyunk ezzel. Arra számítottunk, különösen az első évben, nehéz egy ilyen digitális átállás, hogy 1-2 százaléknyi lesz majd a felhasználók köre. Most már olyan 3-4 százaléknál tartunk a összbalesethez képest, és hát ebből le kell venni azt, amikor személyi sérülés is van a baleset során, mert azt eddig sem lehetett ugye a kék-sárga kárbejelentőn keresztül bejelenteni, hanem ilyenkor rendőri segítségre van szükség, és jelzőkönyvet kell felvenni, és csak utána indulhat el a kárrendezés folyamata. Tehát, hogyha ezeket a baleseteket levesszük, akkor még jobb ez az arány, és reméljük, hogy minél többször szerepel az e-kár bejelentő, minél többször beszélünk róla, annál jobban rögzül a tudatban, és annál többen használják. Már csak azért is, mert körülbelül 20-25 perc alatt ki lehet tölteni magát a kárbejelentőt, és a helyszínen el tudjuk indítani a kárügyintézés folyamatát, ami mindenképpen egy nagyon fontos kényelmi szolgáltatás. Feltételezem, mivel folyamatosan figyelik a felhasználók visszajelzéseit, nem állnak meg a fejlesztések. Valóban nem. Mindig egy kicsit pontosítjuk, javítjuk a visszajelzések alapján, de nagyon pozitívak a visszajelzések. Tehát azt kell mondjam, hogy aki már használta az e-kár bejelentőt, az szinte kivétel nélkül elégedett vele. Úgyhogy reméljük, hogy az észrevételek alapján tovább lehet ezt tökéletesíteni, hiszen valóban egy olyan kényelmi szolgáltatásról van szó, ami a biztosítóknak akkor éri meg igazán a befektetett pénz, ha minél többen használják, hiszen akkor az adminisztráció egyszerűsödik, és a költség oldalon ez jelentkezni fog náluk is. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és elmondta mindezt. Örülök, hogy mi is figyelemmel kísérhettük ezt a fejlődést, amit kevesebb, mint egy év alatt értek el, és remélem, hogy nem áll meg itt. Köszönöm még egyszer. Köszönöm az érdeklődést. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, újabb álláspont vendégekkel és témákkal, ismét pénteken jelentkezünk majd, viszontlátásra!